Következő kísérletünkben a tomény salétromsavnak a viselkedését vizsgáljuk meg különböző fémekkel, alumínium, cink, vas és réz. Ehhez előkészítettem egy csempét, ez is egy új technika a kémia oktatásban, a csempekísérletek, rendkívül anyag kimélők és környezetszennyezés szempontjából is, és előkészítettem tömény salétromsavat. Az alumínium, a cink, vas és rézre fogok cseppenteni salétromsavat, majd ezt követően mindegyiket le fogom borítani óraüveggel, és megfigyeljük, hogy mi fog történni. Nem szabad lett volna ez történjen. Amint tapasztaltunk, az alumínium és a vas esetében nem történt egyáltalán reakció. Ennek a magyarázata, hogy mindkét fém negatív standard potenciálú fém, és a tömény salétromsavban passzivizálódnak, ebből adódóan egy védő oxidréteg megvédi őket. A cink esetében szintén nem kellett volna történnie reakciónak, amit láthattunk, az azért volt, mert a cink felülete oxidálódott, és a cink oxidot oldotta le a salétromsav, de ezt követően már nem történt változás. A réz esetében egy vöröses-barna színű gáz fejlődését tapasztaltuk, ez a nitrogén-dioxid, ami mérgező gáz, tehát ezt a kísérletet is vegyi fülke alatt szükséges megcsinálni. Itt a vegyi fülkét helyettesíti a óraüveg, illetve a kristályosító csésze. És a magyarázat az, hogy a réz egy pozitív standard potenciálú fém, ami tömény salétromsavban oldódik, de nitrogén-dioxid gáz fejlődik.